Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Panzerkorps második részének folytatása. A Grand Campaign sorozatunkkal. Hát úgy látom, nem lesz olyan egyszerű ezekkel elsompolyogni. Ezek még mindig őket lövik. És az egyiket ki is lőtték, csodás. És nem vagyok meggyőződve arról, hogy a másikkal el tudok olyan messze menni, hogy ne lássanak. Pislog, pislog. Ez megadta magát. Mondjuk legalább egy ilyen félbeosztott darab volt. Ennyi ennek a lőtávja, vagy látótávja. Kettőt ír. Elvileg nem látja, elvileg nem láthatja, de hát az előző se láthatta. Akkor mondd azt, honnan látta. Jó, mondjuk ennek ötös spottingja van, az kiszúrja. Akkor talán az volt a probléma. No, mindegy. Mindegy is. Ellátmányt se nagyon kaptak, stb. Stb. Nem annyira jól jött ez az egész dolog. Nem, nem adja meg magát. Hát úgy látom, itt lesznek még gondjaim. Nem is csekély. Haha, remek. Na jó, töltsük föl. Valamennyit azért elértünk, nem sokat. Még időnk van, úgyhogy azt most azt hiszem kihasználjuk, hogy időből állunk talán a legjobban. Akkor ezzel egyel tovább tudunk sompolyogni. Na hát ezen az oldalon már nincs mit csinálni. Amennyire meg tudom ítélni. Ott egy légvédelem, meg itt egy légvédelem. Az a 4-1 az. Az nem is hangzik olyan rosszul. Nem jó, de nem vészes, főleg így.
Oké. Hát lássuk. Mondjuk előtte lebombázhattuk volna a másikat, azzal talán beljebb vagyunk. Hát, az fene tudja, hogy nekem jó. Mondjuk bombázhatjuk, annyi előnye van. Ha kiüti, akkor nem rossz, akkor megérte. Megvan, jó, akkor megérte a probléma. Nem ürülök neki, de megérte, belefér. Némi kártétel. Hány lövésed van? Még egy lövése van. De mondjuk utána már jön a következő is egyúttal. Mondjuk ezt a T-26-ot jó lenne megcsípni. Ha már. De akár egy kicsit meg is szakkozhatjuk. Ne érezze olyan jól magát. Érdekes, erre azt írta, hogy ott lenne sérülés. Nem is tudom honnan. Na mindegy. Hát ez ennél messzebb nem fog tudni menni, ha akarom, ha nem. Lássuk a következő kört. Sompolyognak jobbra-balra. Azért csak összehoztuk, két egységet elvesztünk, a harmadik meg elindul, és ilyen értelemben az is elvész. De hát legalább abból meg lesz. Talán. No, hát innen már elindul északnak, és akkor legalább meg lesz a feladat. Bármilyen drága is volt el eddig. Jó. Följöhet ide és ott feltöltjük. Drága, de valamikor meg kell ejteni. Valamikor meg kell ejteni. Mondjuk a hegyekben nem neked kéne menni. Ez alapvetően így oké. És akkor szépen visszavonul.
Gyalog, gyalog nem ér be. Jó, és majd érkezik az ellentámadás, de ahhoz a bónuszokat meg ebből kapjuk, úgyhogy azt nyilván össze fogjuk hozni, csak lassan. Lassan is ráérve. Már nem tudunk gyorsabban haladni, bármilyen lelkesek is lennénk. Na viszont itt van némi repülő, amit a vadászokkal megpiszkálhatunk. Ha megtalálom őket. Budj, és abból is leszedünk kettőt, az nem jött össze, az a rész természetesen. Se baj, belefér. Semmisítsük meg, az azért mindig jobb a kiütött egység, mint a nem kiütött. Még fordítva jobb lett volna, ha gyaloggal vagy a repülővel támadunk először. Na, őt töltsük föl, mert elég rossz helyzetben van hozzá. Igazából nem is a Bilbao-t kéne, hanem a nem is tudom mit. Lehet, hogy itt nincs még az a tényleg jó felderítőgép, amelyik hasznos is. Hát azzal tudná, jöjjön is vissza igazából, azzal járok jobban. Az úgy vélem az előnyömre lenne. Némi gyalogkergetősdi. De az belefér. Repülj! Drága voltál, de igazából megéri. Mert a feladatát ellátta. Oké. Pillanat, hát ha ez is felér, akkor az azért sokkal jobb lenne. Négy, kettő, hát az nem egy jó eredmény. Kimondottan rossz, de az egy-egy az mondjuk oké. Okay.
Azért most már egy 3-3-at ígérünk. Persze, hogy okoz kárt, bármennyire is nem túl szép. Ezt beadnia. Na csak megvagy, nyavaja. Egy megadja magát, minimális foglalás belőle. Nem kellett volna neked meghalni? Én értem, hogy nem volt szimpatikus, hogy meghalsz, de... De itt ez volt a terv. Te meghalsz. No, hát ez van. Nem kívánt meghalni. Úgy döntött, hogy az opciós. Úgy döntött, hogy ez a meghalás dolog, ez egy ilyen ízlés szerint végrehajtható feladat, nem pedig egy kényszer. Bemehetnénk a városba, de az hülye ötlet. Ez se sokkal jobb, de ez legalább nyomokban hasznos. Mondjuk a reptérre át kéne költöznünk. Azokkal az eszközökkel, amit nem használunk. Hogy közelebb legyünk a fronthoz. Használjuk el ezt a kört. Kvázi biztosítunk, egyedül ennek nincs komoly légvédelme. De hát mindennek nem lehet. Akár piszkálhatnánk, de még nem akarjuk. Következő körben úgyis jobb lesz a helyzet. Némi tüzélgetés, mi egyéb, próbálgat. Kellene valami, ami kicsit hatékonyabban szedi ki a beásottságot. Mert ugye azt... Ja, hogy az egy hegy. Az egy nem jó dolog, az a hegy. Az egy nem jó dolog, az a hegy. Az a baj, hogy az enyém is most el van vágva. Jó, ők is, ami szintén hasznos. 5-1, az nem egy fincsi darab.
Azt nem kérném. Jó, viszont ezt is elvágtuk. Kiütve, helyes. Föl a hegyre. Azt mondja, hogy a kettő kiüti, ha nem kamuzza el. Megvan. Budj. Mennyire érek rá én most itt jönni? Hát ezt kiszedhetjük kérdés nélkül. Alapvetően. Mondjuk maradhatott volna ott a bombázás idejére. Az azért hasznos lehetett volna. Hát ebbe sebezzünk, az kicsit talán hasznosabb. Nem biztos, hogy hasznosabb, de egy kicsit talán hasznosabb. Meg itt azért a három az jól hangzik. Amolyan fél sikerre. Kezdjük meg a fogyasztását azért, ha már. Ez már kezd nem rossz lenni. Szóval nem jó lett, maradjunk annyiban. Nem jól jött ki a vége. Jó, és hát majd egyszer partra száll végre. Ennél jobbat nem tudok most adni. Kövkör. Oké, belefér részemről. Elvileg ő most körbe van véve. És akkor elvileg meg kell, hogy adja magát. Úgy is bizony. Elvileg megadja magát. Hát, veled, hogy jó. Hát a hídon nem akarunk. Természetesen. No.
Föl sem merült, hogy nem valami ilyesmi lesz a vége. Hát ez egy hevény semmi volt. Ez egy hevény semmi volt. Ja, de ha odaállok, akkor utána a viszont pofont nem nagyon akarom túlélni majd. Mindegy, megkockáztatjuk. Talán egy overrun kapok. Persze, hogy nem. Igazából a következő körben ki tudjuk ütni a beásottságát, és akkor azt hiszem, és akkor már jobban állunk majd. No, költözzetek át, és akkor mindenki ott van a lényegi helyen. Ezt meg csak megkezdjük, hogy megkezdhessük. meg hogy ne érezze úgy, hogy békén hagytuk csak, mert okoska. Azért a 2.15-ös gyalog az nem lesz jó hír. Remélem nem nagyon fogja megölni ezt. nem nagyon fogja megölni. Jó hír. Jó remény. Töltsük, mert jobbat úgyse tudunk. Hát... Mindegy, valójában nem ez a jó lépés, de... De most már akkor fogyasszuk el. Annyival legyünk akkor beljebb. Ezt legalább föl tudjuk hozni a hegyre. És akkor ezt a tüzérséget is egy kicsit előrébb tudjuk csurgatni. Ami mindig hasznos. Jééé, meg vagyunk. A cucc lenyúlásával. Lássuk az ellentámadásokat. 3. Nem sok. Jó, mondjuk ez az a szuper cucc, amit el kéne foglalnunk. Pontosan ezért jöttünk. Uaj, csak ez a gaj, hogy ott a fene gyalog. Ott a fene gyalog. Dupla gyalog, dupla minden. Tudunk egy 1-0-át, de az kevés. 2-1 az nem jó, de... De nincs jobb opcióm. Na, és azért akkor most így 3-1 az azért talán túlzás. Elkergetjük oda.
elvileg egyel megütjük, és akkor megadja magát a maradék. Mondom, egyel megütjük. Oké, ezt így nem tudom elfogadni. Tehát ne tudjon visszavonulni oda, ahol el van vágva, jó? Nem, ezt... Ezt nem tudom elfogadni. Ez sajnos azt kell mondjam, hogy menj a halálba. Ilyet ne játszunk, jó? Tehát azért tessék abba hagyni a nyílt ökörséget játék. Ez az, amikor mind újra és újra jönnek azok a pontok, hogy akkor igazából abba is lehet hagyni, mert ennek nincs értelme ebbe a formába. Tehát ne tudjon ilyet játszani, hogy el van vágva, kimegyek akkor abba az irányba, ahova el vagyok vágva. Ne tudjál bazd meg visszavonulni. Ne tudj visszavonulni. Ne bohóckodj ilyet. Mert nem tudom elfogadni. Ez az, amikor előbb-utóbb az kell, hogy mondjuk, hogy ezért nem elhagyható ez a játék, mert ilyen ökörségeket csinál. Tehát a körbevett egység az ne tudjon elmenekülni a körbevételből, ha körbe van véve állítólag. Akkor az legyen körbevéve. Tehát ha ide belépek, akkor ő elvágva lesz, és nem tudok majd visszavonulni. De csak én nem. Ő az ellenfél, az bármikor. Neki ez nem akadály. Ez még nagyobb ökörség. Tehát akkor ez a híd, ez dísznek van itt. Ez csak valamivel rosszabb. Akkor nem tudjuk, hogy mik a szabályok a játékban, mert azt a szabályt, amit eddig követett, azt nem tartja be. Csak akkor minek szabályozunk? Minek írunk le ilyen vagy olyan szabályokat a játékban, akkor azokat utána nem tartjuk be. Nyomokban se. Na mindegy. Hát ezzel nem lettem boldogabb, mert össze-vissza játszik a játék. Dolgokat, amiket nem tudom, hogy milyen alapon tesz. Innentől kezdve. No, hát innen fogjuk folytatni legközelebb. De hát sajnos a második alkalomnál már drasztikusan csökken a hozzáállásunk, mert össze-vissza tud menekülni az ellenfél, mint minden ilyen alkalomnál. Tehát ennek el kellene, hogy vágva legyen. Azt nem tudom elfogadni, hogy ez nincs elvágva. Akkor az a játék értelmetlenül működik. Mára ennyi.